Ezek a felvételek a 46. katonai ejtőernyős világbajnokság hivatalos megnyitóján készültek, a szolnoki Hild János téren. Orosz, fehér, orosz és ukrán versenyzők nem vehettek részt a versenyen, de így is nagyon komoly mezőny jött össze, amelynek tagja volt a világ élmezőnyébe tartozó magyar válogatott is. Szolnok Magyarország második legnagyobb helyőrsége, az itt települt helikopterdandár és a különleges rendeltetésű dandár pedig a Magyar Honvédség legfontosabb erőihez tartozik. Amikor a határaink mellett háborúdul Oroszország és Ukrajna háborúja, nem mindegy, hogy Magyarország védelmi képessége milyen, és ehhez a szolnoki haderő hogyan és miképpen tud hozzájárulni. A 2016-os Oroszországban rendezett világbajnokságon aranyérmes lett az öttagú magyar csapat, amely a többi nemzethez hasonlóan évközben világkupa versenyeken indul, miközben a válogatott tagjai hivatásukból fakadóan napi szinten gyakorolják az ejtőernyős ugrásokat. A célbaugrás az azt jelenti, hogy 1100 méterről a csapat egy 5 fős csapat kiugrik, és egy 2 cm átmérő pontot kell eltalálniuk, egymás után leérkezve a földre. A stílusugrásban 2200 méterről ugranak az egyéni versenyzők, és egy előre kisorsolt mozgásformát kell végrehajtani időre, és illetve minél nagyobb pontossággal. A formaugrásnál pedig egy 4 fős csapat hajtja végre az ugrást 3400 méter magasságról, és egy bizonyos szintén kisorsolt formákat változtatnak, és ezt is minél többször végre kell hajtani, minél pontosabban, és ez adja ki a versenynek a végeredményét. Szolnok először a 70-es évek elején rendezte meg a katonai ejtőernyősök világbajnokságát, legutóbb pedig 2018-ban volt házigazdája az eseménynek. Magyarország kormánya elkötelezett a sport támogatása mellett. Azt gondoljuk, hogy ebben a világban, nehézségekkel terhelt világban a sport egyrészt utat mutat, és megtanít bennünket a tisztességes küzdelemre, a versengő felek pedig megtanulják, hogy nem ellenfélként, hogy ellenfélként és nem ellenségként tekintenek egymásra. Ezen kívül a sport kapcsolatot teremt a sportolók és a szurkolók között, a közös élményeken keresztül megtanít minket egymás tiszteletére. A csapat célbaugró versenyt Csehország nyerte. Ejtőernyősei a 10 sorozat alatt mindössze 23 cm-nyi tévedtek. Ez azt jelenti, hogy 50 földetérésük során átlagban alig több mint 4 mm-rel tévesztették el a célt. A második helyen Kína végzett, míg Magyarország bronzérmet szerzett. A célbaugrás egyéni számában 136-an neveztek. Közülük a német Stefan Wiesner volt a legpontosabb, míg a második helyen egy magyar ejtőernyős, Varga Tamás végzett.